Ijesztő adat, hogy míg az elfogyasztott élelmiszerek 70%-a a rovar megporzásnak köszönhető, az elmúlt 10 évben a beporzó rovarok száma is jelentősen csökkent. A méhészeti ágazat kihívásairól az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai tagintézményében Nyíregyházán tartottak előadássorozatot. Ez a harmadik alkalommal megrendezett gazdanap fontos cél tűz ki maga elé, mégpedig az, hogy egy iskola, ahol oktatással, neveléssel foglalkozunk, ne csak az ide járó tanulók oktatásával, nevelésével, hanem külsős gazdálkodók, más intézmények diákjai, a gazdálkodó szervezetek képviselői továbbképzésében, oktatásában is aktív szerepet szeretnénk vállalni. Az apropója az ezévi témaválasztásnak pedig tulajdonképpen a méhészeti ágazatot is sújtó nehézségek, problémák és az előttük álló kihívások. Szakemberek szerint a méhészek helyzete évről évre nehezebb, és ebben a klímaváltozásnak is fontos szerepe van. Nagyon sok méhésznél még napig is ott van akár a 2-3 éves méze, csak önköltségi ár alatt tudnánk értékesíteni, ami egy nagyon szomorú dolog. Mély családoknak is végül is nem mondhatjuk, hogy rossz évünk volt, mert nem azt mondjuk, hogy rossz évünk volt, de azért a mély családok minden évre csak azon dolgozunk, hogy tudjuk életbe tartani, vagy a téli veszteségeinket pótolni. És ez egy óriási kihívás, nem csak a növényvédelem miatt, hanem a klímaváltozás és egyéb dolgok, amik befolyásolják, hogy egyre nagyobb gondban vannak a méhészek, ugye a költség, vagy a bevételeik egyre kevesebbek, elmegy a méhészeknek a kedve, már lassan nincs az a gyár, vagy bármilyen gépsor mellé a beáll az ember, többet tud keresni, mint egy mély családdal. A befektetés viszont borzasztó nagy összegeket tesz ki egy mély család fenntartásához. Az is elhangzott, számos olyan méhészeti termék áll ma már rendelkezésre, amelyek hatékonysága bizonyított az egészségmegőrzésben. Ezek az úgynevezett apiterápiás termékek és módszerek, úgy mint a mépempő, a propolisz, de a kaptárlevegő is kiváló a légúti betegségben szenvedők számára.